Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakon csatornán. Ebben a kis videóban kicsit rendet szeretnék tenni a fóliasátrak, üvegházak és polikarbonát házak tekintetében. Az egész egy levélre lenne válasz. Kaptam egy levelet Formanek Zsolttól a következőt. Vásároltam két egyforma wifi-s hőmérőt, egy magasságban függesztettem fel őket, egyiket a fóliában, a másikat a sátor melletti birsalmafára. Mind a kettőnek egyforma árnyékoló és eső elleni kuckót készítettem. A legnagyobb meglepetésemre éjszakánként a sátorban levő 0,8-1,2 fokkal kevesebbet mér, mint a kinti. Próbáltam egymás mellett is, és meg is cseréltem őket. A hőmérők egyformán mérnek. Miért lehet mindig éjjel hidegebben, mint kint? Hőforrás nincs a közelben, míg a kémények is legalább 12 méterre vannak. Mellékeltem a grafikonokat, és ugye itt vannak a grafikonok is. Hát válaszoljuk meg, ahhoz, hogy én ezt meg tudjam válaszolni, ezt én meg is írtam neki, ezt inkább egy videóba tenném meg, kell hozzá egy icipici elmélet, és utána megmutatom a gyakorlatban is, hogy miért működik az elmélet. No, kezdjük Ádámtól és Évától. Adott ugye egy kert. Süt a nap, mi is a napnak a hője? Hát lényegében infravörös sugárzás, ami gyakorlatilag felhevít, felmelegít mindent. Éjszaka viszont más a helyzet. Éjszaka nem a napból érkeznek ezek az infravörös sugarak, hanem a nappal felmelegedett testek fogják kisugározni, szintén infravörös sugárzás, infravörös fény formájában a hőt. Gyakorlatilag kihűlnek, és a hőmérsékletet átadják a levegőnek. Hát vegyük például ugye a sivatagot, a Szaharát. Nappal átlagosan 38 fok van a Szaharában. Éjszaka viszont átlagosan 4 fok. Most feltevődik a kérdés, hogy mi ennek az oka, miért van ekkora óriási hőmérséklet ingadozás, hiszen nálunk is gyakran van 38 fok, éjszaka nem hűl le 4 fokra. Hát az egyik ok az maga a homok. Minden homokkal, kővel van borítva, ezeknek nagy a hőleadó képessége, nagyon hamar kihűlnek. Tehát miután lenyugszik a nap, nagyon hamar kisugározzák infravörös fény formájában a felvett hőt, kihűl minden is, ezért van az, hogy nagyon lehűl a levegő is, meg maga a homok is. A másik ok pedig az, hogy nagyon száraz a levegő. A pára hiányzik a levegőből. A levegőben, ha lenne víz, ez megakadályozna az infravörös fény terjedését, így a hőenergia az nem szökne meg, de gyakorlatilag nem hűlne annyira vissza. Hát a sivatag levegője a száraz, és bizony éjszaka gyakran fagypont alá süllyed. Most visszatérve a kis ötletünkre, tegyük fel, hogy építünk egy fűtés nélküli fóliát, üvegházat, vagy akár polikarbonát melegházat. Na most ebben az esetben is éjszaka azt az infravörös fényt fogjuk elveszíteni, amit napközben a fóliánk, vagy melegházunk ugye felvesz. Tehát napközben az infravörös sugárzás miatt a fólia levegője és a fólia földje is felmelegszik. Éjszaka ugyanúgy viszont kisugározza, és ugyanúgy kihűl egy fólia is, vagy a fólia levegője is, mint a környezete. És itt jön egy érdekes kérdés, hogy mégiscsak hogyan lehetne a lehető leglassabban elveszíteni a napközben eltárolt hőt. Most igazából erre több megoldás is van. Hát először is egy nagy belső légtömeg, az természetesen nagyon sokat segítene abban, hogy minél lassabban veszítsük el a hőt. Hát ez kiskerti fóliánál általában nem kivitelezhető, hiszen a kiskerti fóliák kicsinkék, kevés a légtömegük, hamar kihűlnek. Másik lehetőség az volna, hogy dupla falúra tervezzük a melegházunkat. Tehát, hogyha dupla fala van, a két fal között ugye levegő helyezkedik el, ez szigetel.
Hát fóliából készíteni dupla falu melegházat kis kertbe, hát az elég problémás. Viszont ugye itt van például az üregkamrás polikarbonát, amiből hát azért, ha megépítenénk egy ilyen melegházat, akkor a bordázatba levő levegő miatt bizony már egy egész jó kis szigetelést adnánk neki. És itt van a következő lehetőség, hogy tartsuk folyamatosan párásan, amikor szeretnénk kinyújtani ezt a meleg időszakot, a fóliánk levegőjét, hiszen ezáltal kondens fog képződni a falakon, gyakorlatilag egy bevonatot képzünk a belső oldalán, illetve a párás levegő önmaga is akadályozni fogja az infravörös fény sugárzását, a talaj lassabban tudja leadni a hőt, és ezáltal lassítja a melegházunknak a kihűlését. És nem utolsó sorban ugye a megfelelő anyagválasztás, hiszen nem mindegy, hogy fóliából, üvegből vagy polikarbonátból építjük meg, mindegyik másképp viselkedik. Vegyük sorra. Induljunk ki a fóliából. A nagyon nagy méretű, hát agráriumban használt fóliasátrak általában 200 mikron vastagságú polivinilklorid fóliát kapnak, PVC. Na most a kiskerti sátrak, amiket készen meg lehet vásárolni, ezek zömében 150 mikron vastagságú erősített PET típusú, tehát polietilén fóliával érkeznek. Ez ugyanaz, mint a palack, ugye az üdítős palack. Lényegi különbség a kettő között hővezetés tekintetében nincs. Ami igazából nagy különbség, az az időtállóság. Általában a PVC időtállóbb, mint a PET, legalábbis a tapasztalatok ezt mutatják. Az viszont tény, hogy mindkét fólia igen rossz hőszigetelő, mivel átengedi az infravörös fényt. Az előnyei a fóliáknak az az, hogy nappal átengedik az infravörös fényt, nagyon hamar felmelegszik a levegő és a föld is bennük, napfelkelte után pár perccel már egész meleg van a fóliába. Másik előnyük, hogy átengedik az UV-fényt, ami bár azt gondolnánk, hogy ártalmas, de bizonyos mértékben azért pozitív, mert fertőtlenítő hatású egyrészt, tehát a bakteriális betegségeket valamennyire visszaszorítja, illetve palántázáskor nem szükséges a kiszoktatás, az az UV miatt szükséges, azért van az, hogyha hirtelen kitesszük a napra a palántáinkat, nagyon gyakran tönkre mennek, ki kell őket szoktatni, mindig egy kicsit kitenni a napra, ez az UV fény miatt kell, de hogyha már olyan helyen nőttek fel, ahol már eleve találkoztak UV-val, akkor erre nincs szükség. Hátrányai viszont, hát legfőbb hátránya az, hogy éjjel is hamar átengedi az infravörös fényt, amit ezúttal a fólia maga sugároz kifelé, ezáltal hamar kihűl a fólia. Emiatt az UV sugárzás beengedés miatt viszont tényszerű, hogy valamivel kisebb az esélye azoknak a gyakori bakteriális betegségeknek, amikkel gyakran küzdünk. Például Xanthomonas, Pseudomonas vagy a Clavia bakteriális problémája a paradicsomnak. Most mi a helyzet az üveggel? Hát előnyei talán több van, mint a fóliának. Egyrészt kevésbé engedi át az infravörös fényt, tehát tény mondjuk, hogy lassabban melegszik át, mint a fólia, de azért lassabban is hűl ki, ezért sokkal hatásosabb fagyvédelmet biztosít a fóliánál. Sokkal-sokkal tartósabb, mint a fólia, és részlegesen is cserélhetők az üveglapok, tehát sérülés esetén nem kell az egészet kicserélnünk, az egész takarást. Ráadásul nagyon jó a teherbírása, ellenáll a szélnek, hónak. Hátrányok, hogy meglehetősen drága, és nagyon masszív és drága vázat igényel. Ugye már lassabban melegszik át, mint a fólia, és nem engedi át az UV-fényt sem, tehát igazából emiatt az üvegházba kihozott palántákat is szoktatnunk kell a naphoz, ez furcsa hangzik, de ez a helyzet. Illetve hát valamelyest mondom, van egy fertőtlenítő hatása is az UV-nek, amit így nem kapunk meg. És végül, de nem utolsó sorban az üregkamrás polikarbonát lemezekből épített melegház. Ennek előnyei vannak, hogy például hasonlóan az üveghez kevésbé engedi át az infravörös fényt, sőt, még kevésbé, mint az üveg, ezért bizony lassabban is hűl ki úgy az üvegnél, mint a fóliánál, és ráadásul az üregkamrába zárt levegő bizony hatásos fagyvédelmet is biztosít. Tartósabb is, mint a fólia, de tény, hogy elmarad az üvegtől, viszont itt is a sérüléseket akár részlegesen is cserélhetjük, tehát a paneleket.
Hátránya, hogy drága és masszív vázat igényel ez is, mint az üveg, lassabban melegszik át, mint a fólia, hasonlóan mondjuk az üveghez, talán még annál is lassabban, és nem engedi át ő sem az UV-fényt. Ráadásul a teherbírása is kisebb, gyakran a jégeső, a hó vagy a nagyon erős szél kárt tesz benne. Na, ezek után nézzük meg akkor most kísérletbe, hogy ez tényleg így van-e. Na és most jöjjön a kísérlet, a kísérleti igazolás. Hogy elméletileg az üvegen nem halad jól át az infrafény, míg a fólián igen. És ez az oka annak, hogy a fóliában reggel fagyhat, még akkor is, amikor kint már nem. Ide tettem a székre egy 100 wattos infravörös lámpát. Olyat, amivel például a szárnyasokat szokás melegíteni. Egy régi rossz hűtőszekrény, kidobott hűtőszekrényből megtartott üveglapot is ide hoztam. Ez egy üvegpolc egy hűtőszekrényből. És ugyancsak ide hoztam a fóliám anyagához hasonlatos, meg is mutatom, ezt a zöld inszerciós petfóliát, amit a kerti fólia sátraknál használnak. Na, bekapcsolom a lámpát, és megmutatom, mi a kísérlet lényege. No, a jobb kezemben egy infravörös hőkamera van. Ezzel, ha rácélzok a lámpára, azt mutatja, hogy majdnem 90 fokos a hőmérséklete a lámpának. Most bal kézzel elé teszem az üveglapot. Az elmélet az, hogy az üveg rossz infraáteresztő képességű, tehát nem fogja 90 fokosnak látni a hőkamera lámpánkat, hanem ennél jóval hidegebbnek. Látjuk? Elveszem, megint 90 fokos. És csak annyit csináltam, hogy megemeltem ezt az üveglapot. Most ugyanezt a kísérletet végezzük el kiskerti fóliával. Na, ide vettem a fóliát a kezembe. Látjuk, már 100 fokosnak mutatja a lámpát. És most megemelem a fóliát. Az előbb ugye 20 fokos mutatott az üveg. Látjuk, hogy mennyivel jobban átereszti a fólia az infrát. 70 fok. Az infrakamera is jól mutatja, hogy mi a probléma a fóliával. És akkor most válaszoljuk meg, hogy miért fagy a Zsolt fóliájában, vagy miért van hidegebb a fóliájában, mint kint. No, akkor Zsolt, a megfejtés, hogy miért van az, hogy mondjuk a te fóliádba hajnalba 5 fokot mérsz, kint pedig 6 fokot. Sőt, van olyan, hogy ha már fagyok lesznek, hogy a te fóliádba mondjuk fagyni fog, ami meg kint van, fólián kívül az nem fagy meg. Hát ennek az oka pontosan az infravörös fény áteresztés. Ugyanis a te fóliádnak a hőszigetelése nem megfelelő. A pára a belsejében mennyiségileg nem megfelelő, nem tud reggelig kitartani az eltárolt hő. Tehát mi történik? Az történik, hogy igazából a te fóliádban nincs hidegebb, mint kint. Csak tovább van hideg. Tehát mondjuk hajnali, nem tudom, 4 órakor, kint is, bent is 5 fok Celsius van, ez csak egy példa. Telik az idő, hajnali 7-kor, kint már a nap elkezd emelkedni, elkezd melegedni, kint felkuszik 6 fokra. A te fóliádban viszont maradni fog az 5 fok. Miért? Azért, mert lényegében a fólia önmaga, még akkor is, ha nyitva vannak az ablakai, vagy az ajtaja, nem jár úgy a levegő, mint kint, létrehoz egy fagyzugot. Mi az a fagyzug? Lényegében nem mozdul a hideg levegő ott reked, és nem tudja felváltani a meleg levegő, amit a napsugarak ugye beindítanak. Tehát minden nap keltekor megindul a szél, éjszaka nem szokott fújni a szél, nem mozog a levegő. Kell a nap, a hő hatására, az infra hatására beindul a légmozgás,
de a te sátradban nem. És ezért van az, hogy amikor te mondjuk tegyük fel 7 órakor megnézed, hogy hány fok van a sátorba, a te sátradban 5 fok lesz, kint pedig ennél melegebb 6 fok. Igazából nem volt a sátradban soha hidegebb, mint kint, csak sokkal tovább, későbbi óráig maradt hideg. Erre megoldás nagyjából az, amit a fóliánál felsoroltunk, párásítsd a fóliát minél jobban, locsolj rendszeresen, párás legyen a fólia levegője, és akkor sokkal tovább megtartja az előző nap felvett hőt, legyen nedves a föld, egyrészt tömegnövelő hatása van a víznek, a párának, másrészt gyakorlatilag akadályozza azt, hogy a fóliák, amiken egyébként nagyon-nagyon könnyen kibejár az infravörös fény, az előbb be is bizonyítottam, gyakorlatilag nagyon hamar leadják a betárolt hőt. Tehát így tudnád megoldani azt, hogy tovább maradjon meleg a fóliád, és hogy ne lásd azt, hogy neked reggel hidegebb a fóliád, mint a környezet levegője. Illetve reggel, ha felkel a nap, minél hamarabb nyisd ki rajta valamit, tehát induljon be a levegő, szellőzzön, és akkor nem fog ez a probléma fellenni. Ez egy mesterséges fagyzug, ami nálad létrejön, amiatt, mert nem kering a fólia levegője, környezeti levegő pedig már mozog. Hát ennyi lett volna, köszönöm a megtisztelő figyelmet, remélem tudtam segíteni, egy kellemes hetet, viszlát! Thank you.